Nem sokára lesz a mozikban az Együtt kezdtük című filmünk, amit Kerékgyártó Ivon rendezett. Ez egy augusztus 4-i mozikezdéssel fog menni. Alapvetően ez egy könnyed hangvételű, Balatonon játszódó fiatalokról szóló film, ami azért rejteget néhány csavart. Szóval most egy olyan izgalmas kis rész következik, amikor a ti segítségetekkel fogunk összerakni egy jelenet részletecskét, illetve nézegetni fogjuk azt, hogy vajon mit választanánk együtt, hogyha együtt vágnánk ezt a filmet. Ezek már itt nyersanyag darabkák, és azokat fogjuk megnézni, hogy vajon ti melyiket választanátok egyik, másik vagy harmadik verzióból. Nézzétek a színészi játékot, a hitelességet, a ritmust, a kompaktságot, nézzétek azt, hogy melyiket néznétek szívesebben a moziban. Sziasztok! Mindenkit szeretettel üdvözlök, csak hogy tudjátok, hogy hogy készül egy ilyen stream. Már azon a napon, amikor bármikor streamelek, reggeltől bennem van a stenk, hogy valamikor majd elérkezik a pillanat, hogy este beszélnem kell itt előttetek. Hát nem mondom, hogy aznap már semmit nem tudok csinálni, de sokszor van ez így, hogy készülök, anyagot gyűjtök, még átnézek, gondolkozok, azon ötletelek, hogy hogy lehetne minél érthetőbben és jobban átadni nektek a dolgokat, hogy hogyan lehetne ez minél befogadhatóbb és élvezetesebb. És most egy 5 perccel előtte leállt a hang, a mikrofonom nem működött, illetve láttam, hogy működik alapvetően, de nem játszott vissza hangot a gépem. Az Evid valami becrashelt. Tegnap behúztam egy a filmből egy részletet, és azt nem akarta megtalálni, visszalinkelni rá, miközben egyébként ott volt benne a projektben, és a médiafájl is ott volt a helyén, szóval így össze-vissza volt minden. Sajnálom a csúszást, elnézést kérek Raukótól is, aki 6 óta már nyomkodja a frissítés gombot. De itt vagyunk, szóval folytatjuk a tegnapi kis partikát, ami az volt, hogy összeraktunk az Együtt kezdtük című filmből egy jelenet szakaszkát, én kiválogattam nektek sok-sok apró pici darabkát, azok közül válogattunk, hogy még tetszik nektek jobban, ugyanazokra a pozíciókra, más típusú megszólalások, ugyanaz a beállítás, csak más csapokból. Ez kicsit hasonlít a rendezővel való munkához, amikor így előkészítem ezeket a versenytársakat a snittek formájában, és elkezdjük megnézni, hogy rough cut-hoz, ehhez a nyers durva vágathoz, ami az első körben összerakandó anyag, mik azok a színészi játékok, pillanatok, beállítások, amiket mindenképpen használnunk kell. Ilyenkor egyébként fontos az, hogy minél több mindent használjunk. Ez nem azt jelenti, hogy össze-vissza vágjunk, hanem azt, hogyha egy jelenethez leforgott mondjuk 5-6-7 beállítás, leegyszerűsítve annyi kamera szögünk van, tehát ugyanaz a jelenet játszódik le, ugyanúgy valaki bejön ide, és mondjuk beszél hozzátok, ez a jelenet, de egyszer fel van fentről, lentről, oldalról, tehát nagyon sokféle módon, és ugyanaz a jelenet sor lejátszódik, csak más szemszöggel nézzük. Szóval a beállításokból minél több mindent érdemes használni ilyenkor, egy ilyen első vágatnál, egy ilyen rough cutnál, méghozzá azért, hogy lássuk, hogy azok, amik leforogtak már, snittek, illetve amilyen típusú anyagokból dolgozhatunk, azoknak a palettáját fel tudjuk építeni már ilyen kezdetleges vágás szinten is, majd amikor a végén megnézzük egybe az egész filmet, így az első vágatot láthatjuk, hogy aha, szóval ezek a képeink vannak, ilyen beállításaink vannak, ennyiféle szemszögünk van, ennyiféle színészi játékunk van, ezek azok a történetdarabok, amikből összeáll a film, ilyenkor általában a forgatókönyv alapján rakjuk össze, tehát nem vágunk ki első körben semmit, semmilyen mondatot, akármennyire is szeretnénk, vagy azt éreznénk, hogy flottabb lenne a dolog, de az első rough cut az működjön úgy, ahogy elvileg az le van írva a könyvben, és majd amikor megnézzük, akkor el lehet tőle sokkal könnyebben térni, mert azt mondjuk, hogy oké, mint ahogy itt az Együtt kezdtük című filmnél is volt, hogy 2 óra, mit tudom én, 20 volt azt hiszem az első vágat, megnéztük és egyből tudtuk azt, hogy mi az, amit ki kell dobni. Az első rough cut timeline-ja, csak mutatom, így nézett ki. Itt láthatjátok azt, hogy leírtam egy kommentet. Labda elkapással indítani, ez nem Marci expója, és a jelenet végén üres labdával zárni. Tehát ez volt egy komment, amit leírtam magamnak az első rough cut után, és ilyen kommentekből van még jó pár, úgyhogy most mutatok néhányat. Gyakorlatilag ez még a fényeletlen, keveretlen első vágatunk volt. Van ilyen, hogy érteni, hogy ez a kis füzet honnan van. Fókuszálni kicsit jobban Marcit, hogy köré szerveződjenek az események. Egyből tudjuk, hogy Julihoz beszél Nóri. De ezek mind olyan változtatások, amiket szeretnék megoldani, itt rövidíteni akarok. Itt jobban értsük, ugye ennél voltuk tegnap, ennél a jelenetnél, hogy jobban értsük, hogy ki kicsoda és miről beszél. Tehát amikor itt Marci, Gádi beszélnek erről a Renátó nevű figuráról, aki éppen csókolgat egy lányt, akkor tudjuk azt itt, hogy kiről van szó, és úgy is válogattunk ide képeket, hogy tudjuk, hogy ezen a képen kit kell nézni. Hogyha sokat takarnak belőlük, vagy sok a mozgás a kép másik oldalán, akkor lehet, hogy elsőre nem is tudjuk, hogy mire utal ez a szegény fiú. Egyszerűsíteni, hogy kivel akarnak kicseszni, igen, itt is
is fontos volt a fókuszáltság. Kislány, kuka, kuka a szutyokból, az öreges részeket kiszedni. Szóval egy csomó olyan dolgot írtam itt föl, most nem megyek tovább a filmbe, vagy megnézitek moziba, de hogy első körben, amiket tudtunk, hogy hogyan kéne exponálni, hogyan kéne már máshogy csinálni, milyen szálakat vonjunk össze. Az öreges részek például a Mucsi Zolinál arra utaltak, hogy mik azok a nem túl hitelesen megszületett pillanatok, amik egy ilyen buliban egy idősebb figura szájából elhangozhatnak, és azok, amik picit hiteltelenek vagy túl öregesek, azokat szedjük ki, hiszen ő egy ilyen fiatalos apukát akar majd játszani. Alapvetően nem egy ilyen vén öreg embert, hiszen a Mucsi Zoli nem is az. Ezek történnek ilyenkor Ráfkátkor, és mi is egy ilyen kis vágatot készítettünk el közösen, ami még hát nem fejeződött be, ugye? Mert most fogunk még csak neki látni ennek, hogy összeszerkesszük, ami igazából nem azt fogja jelenteni, hogy teljes egészében most ezt patikára ki fogjuk maxolni, sokkal inkább azt jelenti nekünk, az első kis vágatunk, hogy összeszereljük, hogy ne legyen benne szóismétlés, ne legyen benne continuity hiba, megpróbáljuk ezeket egyszerűen működtetni, úgyhogy ez lesz a mai feladatunk. Nos, nézem közben, hogy kik vagytok, honnan vagytok, szia Eni, szia Bongyi, mindenki, Dénes Bö, Eskálmán, jaj, de sokan vagytok. Rozsa Life kérdezi, ez a kameramozgás hogyan történik, mindig elfelejtettem megkérdezni, nagyon menő, ez az elejére gondolsz? Ez titok, ez óriási titok, ezt nem mondhatom el. Van is erről egy dalom egyébként. Nem mondhatom el Rozsónak, hogy történik mindez, mert az helytelen volna. Véte drága, ez nem jó. Szia! Volt már klímadal, most Rozsa Live-nak nem mondom el a titkom című dalt, hallottátok? Na de, kezdjünk is akkor bele, hol is tartottunk tegnap? Ugye az történt tegnap, hogy kiválogattuk azokat a kis darabkákat, amiket szerettünk volna, hogy a jelenetünkbe szerepeljenek, és itt a kép bal alsó sarkában voltak számok, ezeket szavazgattuk meg, hogy kinek melyik tetszik, volt 1, 2, 3, 4, 5, és abból nagyon jól szavaztatok, tök jól érveltetek. Nekem ez nagyon tetszett, ez a közös munka, mondtam is itt a többieknek, hogy olyan jó kis csapat volt, aki itt összejött tegnap a cseten, hogy élmény volt veletek így együtt dolgozni. Szerintem ez nagyon hasznos volt, úgyhogy nagyon szépen köszi még egyszer. Nézzük meg, hogy mit vakartunk össze, ezt ugye megnéztük a tegnapi stream végén, hogy mik az összesített darabkáink, de most nézzük meg újra, aztán kezdjük el megpróbálgatni őket összeszerelgetni. Nézzük! És te is, Bere? Csak leckemásolásra kellettem, amióta megvannak a vizsgái, azóta rám sem néz. Hát ha nem kezdeményez, lépj te. Mi? Most vagy soha? Ez ugye a filmből van még a részlet, mi van, hogy létezik, és most fogom ugye rátérni a nyersanyagokra, egy kis vágással, és innentől nézzük, hogy miket válogattunk. Ugye ez utolsó esélyünk, jó? Nekem a Franciska, neked a Juli. Jó! Hallod, ez utolsó dobásunk, oké? Okay? Nekem a Franciska, neked a Juli. Jó! Bocsi, egy VBK-t szeretnék! Bocsi, egy VBK-t szeretnék! Jó a buli, mi dák? Aha. Jó a buli, dák? Aha. Egy VBK-t szeretnék. Jó a buli, mi dák? Aha. Jól nézel ki, tetszik az inged, aranyos! Kösz! Jól nézel ki, tetszik az inged, aranyos! Kösz! Ezt nézd el! Ezt nézd el! Kitől hoztuk be? Kész, szóljál, oké? Okay? Oké, okay, köszi Marci. Szevasz. Szevasz. Nézd meg! Ezt nézd el! Anyás. Kitől hoztuk be? A kész, szóljál, oké? Okay? Oké, okay. Köszi Marci. Szevasz! Anyás. Kitől hoztuk be? A kész, szólj! Oké, okay, köszi Marci. Szevasz! Jaj, balleg, nézd meg! Nézd meg! Ma este fogják bejelenteni Janibának a szánalmas kis kapcsolatukat. Ma este fogják bejelenteni Janibának a szánalmas kis kapcsolatukat. Feltékkel vagy átikkel, de nem baj. És itt érünk vissza megint a filmnek részébe, ahonnan megy tovább a
Nézd meg, milyen szomjas szegény. A pörgés. Meg kéne itt adni. Ezeket már nem válogattuk, hanem ez már a létező anyag. Nem. Ha így egyben nézzük egy ilyen masszaként, akkor jó darabok? Most is így döntenétek? Vagy van olyan, ami módosítanátok? Több diákot kérnél még, Skál? Hát szerintem ez vágás kérdése lesz most, hogy intézzük alapvetően. Tudunk a deákon súlyozni, hogy több legyen belőle. Köszönöm. De mindjárt elkezdjük összeszerelgetni, és megnézzük, hogy mit lehet ebből kihozni. Koherens döntéseket hoztatok, és nem a legrosszabbakat választottátok, sőt, szerintem van egy csomó jó döntés benne, úgyhogy én is nagyon rég néztem már meg, hogy mit csináltam annó, tehát most ebben a pillanatban fogalmam nincs, hogy pontosan hogyan néz ki az igazi vágatunk, direkt nem is akartam megnézni. Nyilván emlékszem pontokra, meg tudom, hogy mit miért használtunk nagyjából, de az, hogy most melyik kép után melyik jön, és pont hol vágom, hát ebben a pillanatban azért ez nincs a fejemben, igen, meg fogjuk nézni. Így nézve már kezdett összeállni bennem egy-két pillanat, ahol vágni, illetve levágni kellene, írja Skál. Na, hát akkor jó, mert akkor érzéseket váltott ki belőletek ennek a kis masszának az összeálltása is. Kezdjük el nyiszatolni ezeket, jó? Jönnek be a srácok. Itt követjük őket most alapvetően hátulról. Köszönnek a csajoknak, Janibát is köszöntik, és nézzük meg, hogyha most continuity-t akarnánk vágni, akkor ugye azt látjuk, hogy a csajok itt a képen már igazából elmennek mellettünk, tehát elhagyják Marcit, Ádi már a pultnál van, és itt jönnek a srácok, aminek az eleje elég szegényeske. Tehát gyakorlatilag, ha most azzal szeretnénk menni tovább, hogy csatlakozásban pontos legyen, akkor azt kéne csinálnunk, hogy itt köszön a Marci a Franciskának, a lánynak, aki neki nagyon tetszik, és jön tovább, tehát kb. Valahol itt kellene nekünk is tovább jönni, papíron. Janibáznak. Meg van torpanva a Marci, tehát itt valahogy így átcsaljuk a Marcit, vagy ennek a végéről vágunk le. Inkább az eredetiből vágjunk le, dinamikusabb lenne. Aha, értem. Tehát azt szeretnétek, hogy itt még találkoznak, és akkor a végén, tehát valahogy itt még összeakad a tekintetük, és még itt is egy összeakadt tekintetből hoznátok? Ilyesmi? Janibá! Kicsit megakad sajnos a dolog, tehát nagyon elég dinamikus az, hogy követjük a Marciékat, és amikor szembe átvágunk, akkor a kameramozgás ugye nem folytatódik, hanem áll egy helyben, és bár csatlakozásban igen segítene az, hogy a fiú és a lány szépen egymásra néznek, de mégis valahogy megáll a dinamikája. Mit éreztek? Az egyébként jó lenne, hogy a fiú és a lány között látunk valami kis játékot, ezt aláírom. Viszont érzetben meg van egy törés, nézzétek, a kameramozgás folytonossága és ide való átvágás, igazából akkor lenne ez dinamikus, hogyha ide jönnénk egyből át. Erre a kis venkre. Sajnos döccen így van. És akkor ilyenkor kell egy döntést hozni, hogy vajon a fiú és a lány kicsit jobban nézzék egymást, bár elég koszos, tehát eléggé így nem annyira jelentőségteljes ez az összenézés, bár tök jó, hogy megtörténik közöttük, mert épít van minimális kapcsolatot, viszont döccen egyet eléggé a vágás, ami nem azért baj, mert hogy most ez szépen van vágva, vagy csúnyán, vagy hogy, hanem hogy az érzet, amikor ezt meséli nekünk a film, és ott ülünk a moziterembe, nagy vászon, akkor ez ne üssön minket mellkasba. Itt ez egy álló kamera, ez meg egy sétáló kamera. De amit lehet csinálni, tovább engedjük Marcit, hogy nézzenek össze ebbe. Utána viszont hozhatnám őket dinamikusan tovább. Összenéznek, kamera megy, és a svengbe átmegyünk. Megvan a pillantásuk, nem vágtuk el, és viszont azt a kameramozgást, ami eddig jó flóba vitt bennünket, azt hozzuk itt tovább ennél a vágásnál, Marci pont kinéz, és már megyünk is tovább. Szevasz, söröm! Viszi a flow. Én is azt gondolom, hogy sikerül átbillenteni a ritmust, és ez azért nagyon fontos, mert itt egy buliról beszélünk, tehát jó, hogyha nem megtörjük ezeket, hanem próbáljuk valahogy így előrébb vinni. Statik kamerája digitális zoomot lehetne tenni, de itt nem állna neki jól. Nem néz neki jól, nem tudná pótolni a sétálást, ami térérzetben húz minket be. Jó, most ez maradjon így, és nézzük a következőt, hogy állunk. Ki az érdekesebb, Marci vagy Ádi? Ő a Marci. Utolsó esély, jó? Nekem a Francis, neked a Juli. Jó! Hallod? Ez utolsó dobásunk, oké? Okay? Nekem a Franciska, neked a Juli. Marci izgalmasabb, azt mondjátok, eddig. Köszöntünk, Ádám, élőben látod ezt a csodálatos streamet, ahol küzdünk a vágásokkal, és azt próbáljuk kitalálni, hogy Marci vagy Ádi az érdekesebb jelenleg. Ebben tessék, te is szavazz. Nekem a Franciska, neked a Juli. Jó!
hallod? Ez utolsó dobásunk, oké? Nekem a Franciska, neked a Juli. Hát ez a két darabkánk van, ebből kell most megoldani, hogy ki mikor, meddig látszódik, honnan vágunk át, és az mit fog nekünk jelenteni, ki az, akire szeretnénk a hangsúlyt rátenni. Első Marci hanggal. Második. Aha, tehát te inkább, téged inkább a Ádám, ezek szerint inkább az Ádi érdekel, nem pedig a Marci. Annyiban, hogy Marci egyébként fontosabb a film szempontjából, ő a főszereplőnk, tehát azt kell eldöntenünk, hogy ennek kontextusában, hogy érdemes súlyozni. Nézzünk egy példát. Marcit követjük alapvetően, az történik, hogy jövünk a Marci hátával, megérkezünk, összenéz a csajjal, áthozzuk őket most ide. És most nézzük meg azt, hogyha Ferinél átvágunk. Tehát megkérdezi Marci, hogy jó, és megnézzük, hogy Ádi erre hogy reagál. Az utolsó dobásunk, oké? Okay? Nézzétek meg, így milyen. Anipá! Szevasz, söröm! Ugye, ez utolsó esélyünk, jó? Nekem a Franciska, neked a Juli. Jó! Na milyen így felesbe? Rozsa azt mondja, hogy ő Ádit használná többet, és a közé vágna egy Marcit. Megnézzük, hogy ha oda-vissza van vágva, akkor mi történik. Szerkezetét nézzétek. Szevasz, söröm! Ugye, ez utolsó esélyünk, jó? Nekem a Franciska, neked a Juli. Jó! Szerintem ez sokkal kuszább. Össze-vissza elkezdünk vagdosni, és nem tudjuk, hogy igazából kire kell figyelni. Nem biztos, hogy ezt jónak látom. Túlságosan elkezdjük szétszabdalni, szétszecskázni ezt a jelentet, pedig azért ennyire erre egyáltalán nem lenne szükség. Közben megjön Deák. Viszont Deák nekünk, nézzétek meg, hogy jelenleg sehogy nem jön meg. Nekem a Franciska, neked a Juli. A Deák közben valahogy képen kívül megjött, már átment a képen, csak hogy azt kiszedtük. Ez nem volt. Itt jön meg Ádinál. Nézzük, hogy van olyan kép, ahol megjön. Hát sehol nem jön meg, úgyhogy lehet, hogy ennek a snittnek a végébe bele kéne pótolni annyit, hogy jön valaki. És ennek a snittnek az elejébe pedig vissza lehetne pótolni azt, hogy jön valaki. Átvágjuk azt, amikor a Deák elsétál mellettünk, többféleképpen lehet átvágni. Nézzük meg, hogyha most belevágunk, ahogy ő jön mindkét képbe, hogy ez átviszi-e nekünk érzetbe. Közben kihúzom itt az atmót, most csak így alatta. Nekem a Franciska, neked a Juli. Jó! Bocsi, egy VBK-t szeret. Hogy tetszik nektek ez? Bocsi. Szerintem sajnos egy kicsit ugrik. De inkább érdemes lenne eldönteni, hogy melyikből használjuk. Bocsi, egy... Vagy ebből használjuk, vagy ebből használjuk. Bocsi. Lehet, hogy inkább az elsőből használnám most. És innen pedig lehet, hogy majd ide kéne átvágni a Deákra, hogy megérkezik. Mit szóltok? Hogy lássuk a Deákot minél hamarabb, hogy ki az, aki megjött ide. Vagy most visszahúztam egy másik snitből, amiben a Deák jön be, hogy mi van az elejében, mert ebbe elég jól jön be, ha megnézitek. És elég jól érkezik meg a mi Deákunk, kap egy jó kis kisvenket is. Míg abban, amit mi alapból kiválasztottunk, annak a nyersanyagába nem a mi általunk választott Geri megérkezés van, ezért most össze kéne hasonlítani, nem működne egyébként az az Ádi, ami össze van kötve alapból a Deáknak a megérkezésével. Nézzük csak meg. Ez az utolsó dobásunk, oké? Okay? Nekem a Franciska, neked Juli. Jó! Mit szóltok ehhez, összehasonlítva ezzel? Neked a Juli. Jó! Ez az eredeti. Nekem a Franciska, neked a Juli. Jó! Ez pedig az új lenne, ha összekötnénk a Deák megérkezésével. Oké, okay, nekem a Franciska, neked Juli. Jó! Na, mit gondoltok? Közben nézem, miket írtok. Van amúgy jelentősége annak, hogy Deák itt volt, mert ha nem, nekem nem hiányzott. Nem, ez kell, hogy a Deák megjön. Lehet kicsit off a témád ilyenkor egy filmnél a zenékre copyright, hogy van... elintézve, megveszik a zenéket, és akkor el lesz intézve. Közben megfigyelem, ahogy nyomod a billentyűzetet, golyózik a szeme, ez a dolgom, hogy nyomkodjam. Nézzük meg játékból. Mi van akkor, hogyha megpróbáljuk összekombózni a kettőt, mit szóltok? Tehát... Nekem a Franciska, neked a Juli. Mi lenne, hogyha itt a jó után valahogy átvágunk egy kicsit még a Marcira, átjön valaki a képen, Ádi kinéz, és lehet, hogy ezután lenne érdemes behozni ezt a jó madár Deákot, már mondjuk svenkbe vágni. Jó, átsétál, és még mozgásban vagyunk mindenkivel, és kisvenkelünk. Janipá! Szevasz, söröm! Ugye, ez utolsó esélyünk, jó? Nekem a Franciska, neked a Juli. Jó! Egy BBK-t szeretnék. Jó, buli, mi Deák? Megérkezik a Deák, tehát azt látjuk, hogy ezzel a kicsi oda-visszával, de megérkezik a Deák. Picit lehet kapkodós,
De közben megjön a srác, tehát először látjuk koszosan életlenbe, és utána át tudunk vágni ide, és ki van hagyva az az oda-visszanézés, illetve benne marad a Svenk is. Tehát ez egy ilyen előnyökkel tudna járni. Mit szóltok? Bizonyám, Rajko, ezt elég pontosan látod, hogy mivel a jelenet amúgy is kicsit pörgősebb a helyszín meg a hangulat miatt, nem baj, hogy gyorsan jön meg a srác a háttérben, én is ezt gondolom. Simán működik itt az, hogy van egy dinamikus vágás is, meg egy váltás is. Tehát ez a két statikus kép, viszonylag statikus kép, ami megáll a párbeszéd miatt Ádin meg Marcin. Lehet, hogy tök jó váltás és egy új szereplőnek a dramaturgiai expóját tudja hozni az, hogyha először is még megtörténik egy ilyen kicsit koszos, de dinamikus átsétálás, amit lekövet egy Svenk és az Ádinak a fordulása, behozva az új szereplőt. Azt mondja Sogán, hogy bár nem látod elejétől a folyamatot, jó a tempó. Örülök neki. Na nézzük tovább. Szóval Deák kére egy piát. Jó, buli, mi Deák? És pacsiznak egyet. Nézzük meg, hogy mik vannak nekünk itt ellenirányba. Bocsi, egy VBK-t szeretünk. Jó, buli, mi Deák? Lehet, hogy nekünk bőven elég hozni Ádinak a végét, mit gondoltok. Melyik az érdekesebb nektek? Az, hogy Deák itt kér egy piát, és őt nézzük, megismerjük jobban, majd Ansnitből Ádi elkezd hozzá beszélni, és lekezelnek, és látom Deák arcát, hogy az az érdekesebb, ahogy itt méregeti Ádi a Deákot. A buli, mi Deák? Egy VBK-t szeretünk. Ádi érdekesebb. Jó, buli, mi Deák? Itt viszont egy kicsit lagymatagabb, amit mond az Ádi. Nekem jó, jobban tetszik itt. Lehet, hogy össze kéne kombózni, mit szóltok? Egy VBK-t szeretnék. Jó, buli, mi Deák? Itt még az a fura egy kicsit nekem, hogy bevágunk egy Ádit, némán, jó, buli, majd visszavágunk, és ott kezd el beszélni. És megnézném csak játékból. Hát igen, csak itt tök mást mond az Ádi. Vagy maximum csalunk, és nézzétek, azt csináljuk itt, elnyessük ezt az alapvetően real-time zajló egybesnittet, kicsit kihúzzuk, és több időt teszünk így az Ádi reakciójába, tovább nézi némán a Deákot, alatta meg úgyse beszélt most senki, ezért ott ki tudjuk pótolni most a hangot, úgyhogy fogjuk szépen, és megnézzük, hogy ez hogy működik a szünettel, amíg az Ádi figyeli a Deákot. Egy VBK-t szeretnék. Jó, buli, mi Deák? Mit szóltok? Kicsit természetesebb lesz ettől, hogy tovább nézi. Nem egyből, amikor visszavágunk Ansnitre, akkor kezdi el mondani a mondatot. Egy VBK-t szeretnék. Nézi, és jó, csak buli, most kezd el beszélni. Én ezt adom. És ebből meg lehetne most csinálni még 8 verziót, hogy melyik az, ami tetszik, mi az, ami szimpatikusabb nekünk. Ha beleegyeztek, akkor ez most működik. És menjünk tovább, nézzük, hogy a Gerit, hogy szivatja Ádi. Jó, buli, mi Deák? Jól nézel ki, tetszik az inged, aranyos. Ez így egyben az egész Deáknak az arca, reakciói. Jól nézel ki, tetszik az inged, aranyos. Nézzük meg, hogy erre milyen versenyzők vannak most még. Ádi. Jó, buli, mi Deák? Itt volt, emlékeztek, hogy szerettük ezt a kis nézését az Ádinak a ütés után, viszont ez nagyon rövid, most nézzük meg, hogy mi van még utána. Mit szólnátok, ha azt csinálnánk, hogy lepacsiznak, Deák örül, utána pedig Ádit vágnánk be pacsi után, hogy lenézi ezt a szegény gyereket. Szerintem itt aranyos, hogy a Deák így lenéz, ezt megtartanám, viszont Ádi szerintem jó bevágni. A Sky jót mond, hogy Marcit is bevágnám közik, ő később érkezik, tehát most meg kell építenünk a két figuránknak, két fő figuránknak a működését, az Ádiét és a Deákét, hogy közöttük legyen az a kémia, meg legyen az a feszültség, meg az a játékosság, amire váz szinten szükségünk van, és azt meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudjuk feldíszíteni egy kicsit Marcival, aki igazából nem olyan fontos tényező jelenleg nekünk ebben a párbeszédben, hiszen nem róla szól, meg nem is avatkozik jelenleg semmit közbe, viszont a reakciói jók lehetnek arra, hogy megnézzük, hogy mit szól ehhez, hogy látja, stb. Úgyhogy előtte még megépítjük ezt a két srácot. Na nézzük, tehát lekezelnek, húzza le a kezét, nem engedjük, hogy teljesen lehúzza, mert ez jó pofa dinamikát ad itt nekünk. Ezt kéne megtartani, vagy ezt a lenézést szerintem, mert ez vagány. Tetszik, csak úgy itt más, hogy mondja, szerintem össze lehet ezeket szoppantani. Jó, buli, mi Deák? Jó, nézel ki, tetszik az inged, aranyos. Ha, közben itt mi zajlik? Kókuszcsoport. Kinek válaszoltál? Nem is láttam. Hogy lehet bekerülni a filmiparba, ugye, tapasztalat nélkül, és erre Ádám elég edukatív válaszsal reagált, a sehogy szócskát használta,
Hát ő, nem mondom, hogy nincs igaza, hát nehéz. Maradjunk ennyi, hogy nehéz. Jó, hogy nem láttátok, hogy már mit műveltünk Ádámmal, mert ma szortíroztunk embereket. És hát nem vagyok rá büszke, maradjunk ennyibe. Hogyha teljesítményről van szó, és elvárások vannak, akkor van szigor sajnos. Úgyhogy nehéz magába a filmiparba úgy bekerülni, hogy nincs tapasztalatod, viszont tapasztalatot gyűjteni kell egyrészt otthon, másrészt próbálkozni, e-maileket írni, kicsit nyomulni, tapasztalni, iskolába járni, alázattal, tisztelettel haladni ezen az úton, és szerintem az meg tudja hozni a gyümölcsét. Azért be lehet abszolút kerülni, nagyon sokaknak sikerül természetesen, de az biztos, hogy ez csak akkor éri meg, hogyha ez tényleg érdekel téged, és se zavar, hogyha sokáig úgy kell dolgozni, vagy úgy kell ezzel foglalkoznod, hogy egy forintot nem kapsz érte, csak a belerakott munkád, meg a szenvedélyed az, ami visz előre, és akkor bízunk benne, hogy egyszer valaki rád talál. Na mi van már megint? Mi történik? Kókuszcsoport. Jaj, Ádám! Figyelj, neked is összehozunk egy filmet, ne aggódj, valami lesz. Lesz egy kis filmed, megcsináljuk, ne aggódj. Hamarosan a mozikban. Na, de nézzük is tovább. Tehát ott tartottunk, Dinák! Hogy... lepacsiznak. Jól nézek, tetszik az inged, aranyos. Kösz. Szerintem ez aranyos. Nézzük Marci reakcióját, hogy hova lehetne befúrni. Párhuzamosan történnek a dolgok, tehát itt tartottunk, hogy... tetszik az inged, aranyos. Kösz. És most a Marci reakcióját kéne elhelyezni. Jó, buli, Deák! Aha. Ugye erre a szakaszra utal. Na, hova rakjuk be ezt a Marci örül reakciót? Jól nézek, tetszik az inged, aranyos. Hát kösz. Nehéz, de lehet, hogy ide kéne való a vége fele, mert ezek elég értékes pillanatok, akár a csapás, amit itt összemókolnak a kis tenyerükkel, másrészt Ádinak a lenéző pillanatai, harmadrészt ez az egész ing gyűrködés, szoppangatás elég hasznos, ezt kár lenni Marcival megfedni. Szerintem a Marcival egyébként értékes rész, ez nem az eleje, amikor egy bambán néz, hanem inkább ez, amikor ilyen értékes mosolyt hoz nekünk. Hogy Ádi haverom már megint szivat valakit, úgyhogy megnézzük, hogy ezt hova lehetne most befúrni. Jól nézel ki, tetszik az inged, aranyos! Kösz! Működni működik egyébként. Megszakítani nem kéne, azt mondja Rajko, a végére be lehetne rakni. Aha, tehát hogy azt mondjátok, hogy lehet, hogy nem is kell ezt használjuk most. Nézzük meg, hol tartunk, jó? Egy BBK-t szeretnék. Jó, buli, mit ág? Jól nézel ki, tetszik az inged, aranyos. Kösz. Itt tartunk. Jobb, hogy nem Marciot nézeget? Nézzük, a Marci berakható-e bárhol máshova, amikor így még leköveti az eseményeket. Jó. BBK-t szeretnék. Jó, buli, mit ág? Jól nézel ki, tetszik. Olyan koszos, mint az állat. Nézzük, ha arrébb tesszük. Jó, buli, mit ág? Elvesszük akkor a csapást, az nem jó. Hát figyeljetek, szerintem ez nem illik sehova. Jól nézel ki, tetszik az inged, aranyos. Kösz. Teljesen felesleges, dobjuk ki, mit szóltok? Tehát nekünk sokkal jobb lesz, hogy Marci de szépen megépül nekünk, hogy azt mondja, hogy nézd el a piát. Szerintem az teljesen elég lesz. Mit szóltok? Ti is azt mondjátok? Lehet, hogy az nem lenne olyan jó, ha egymástán jönne ki és nyit Marciról, így van. Szerintem nem kell bele. Kuka, kidobtuk azt a snittet. Hát így hullanak ki a snittek, drága emberek. Azt nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha már... Lesz nézd el. Nem azt látjuk, hogy átvágunk Ádiról Marcira, aki elkezd beszélni nagy pofával, hanem aláhúzzuk a hangot Ádinak, és egy kicsit természetesebbé fogjuk tenni magát, ezt a folyamatot, tehát fogjuk egy kicsit, vágjunk le a mondat elejéből, és húzzuk ki a hangot az Ádinak a sunyi nézése alá, tehát itt már láthatjátok, ez ahhoz a hangocska, itt van még az Ádi arcunk, és már itt alatta, tehát ezen a szakaszon itt már meg fog szólalni a Marci, és csak úgy fogunk átvágni utána a következő snittjére, amikor már beszél, és már egyből megy a lesvenk, megnézzük, hogy ez természetességet ad-e nekünk. Ezt nézd el! Működik, hogy már itt elkezd beszélni a Marci? Ezt nézd el! Az Ádi alatt? Azt mondjátok, hogy jól illik bele. Jó, szerintem is. Ez most teljesen jó arra, hogy menjünk tovább, és itt egy fontos eldöntendő kérdésünk van. Mutatja ezt a piát, amit a Deák jól megnéz, anyás, anyás, lemegy ez a párbeszédszerűség. Kész, szóljál, oké?
Okay. Kérdésem, igazából kellene ez nekünk a későbbiekbe? Tehát elég jó ez a párbeszéd ahhoz, hogy itt maradjon anyás-anyás? Vagy mi lenne, ha kivágnánk? Ezt nézd Deák! Ezt nézd Deák, és mi lenne, ha majd elkezdeném mondani azt, hogy... Kintről hoztuk be. A kérsz, szóljál jó. És lehet, hogy ki lehetne hagyni ezt az egész anyás-anyást, hanem Marci elkezd egy gondolatmentet, azt ezt mondja, hogy ezt nézd Deák, kintről hoztuk be, ha kérsz, szóljál. Mit szóltok, hogy összébb vonjuk egy kicsit? Jól nézel ki, tetszik az inged, aranyos! Kösz! Ezt nézd Deák, kintről hoztuk be, ha kérsz, szóljál, oké? Oké, köszi Marci. Na mit gondoltok? Nem flottabb egy kicsit? What do you think of about it? Nézzük még egyszer. Ezt nézd Deák, kintről hoztuk be, ha kérsz, szóljál, oké? Oké, köszi Marci. Szerintem működik, ugyanis már pont elhagyjuk Svenkben a Marcit, tudja folytatni a szöveget, zakatolunk előre. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez most legyen így. Kérsz, szóljál, oké? Nézzük tovább, hogy mink van. Oké? Köszi Marci. Szevasz. És kineveti Ádi. Szegény Deák elmegy. És átváltunk Ádira, hogy már mutatja, hogy kit kell nézzünk. Egyik verziónál nézzük meg, hogy benne van a Marci reakció. Kintről hoztuk be, kérsz, szóljál, oké? Oké, köszi Marci. Szevasz. Szépen össze kell majd hozni, de most nem ez a lényeg. Nincsen benne a Marci reakció. Anyós, kösz. Ezt nézd Deák, kintről hoztuk be, kérsz, szóljál, oké? Oké, ugye köszi Marci. Itt lenne, ha lenne, de nincs, hanem kimegy a Deák. Na szerintetek, Marci reakcióval, vagy Marci reakció nélkül? Azt látom, hogy Marci nélkül azt mondjátok, hogy jobb. Oké, egybe tartjuk ezt a snittet jelenleg, kimegy a képből Deák, átállunk az öreg Ádira, aki látjuk, hogy a mosoly lefagy az arcáról, és megnézi, hogy nézd meg! Mit is kell nekünk mindjárt látni, mert hogy őt zavarja valami. Csekkoljuk, hogy milyenek az ellenirányja. Jaj, bazdeg, nézd meg! Na melyikből legyen ez használva? Lehet, hogy a vége az érdekes lehet. Leolvad az arca, és lehet, hogy utána mi lenne, ha bevágnánk ellenirányba még egy kicsit a Marcit. Szevasz! Szevasz! Jaj, bazdeg, nézd meg! Na mit gondoltok, ha ez így be van vágva? Jaj, bazdeg, nézd meg! És egyből nézhetnénk, ha Marcit hátra néz, itt mit is lát ez a jó madár. Ádi szemből jobb, azt mondjátok, ne legyen bevágva most az ellenirány Marci, hanem tartsuk meg Ádit egybe. Nézd meg! Hátra néz. Ez így tetszik? Akkor legyen így. Ha, na jó, oké, érkeznek az ellenvélemények. Delta Wave azt mondja, szerintem Marcival szemben jobb, mert úgy Marci közelebb van a kép közepéhez, és jobban tereli át a figyelmet arra, hogy mit fog látni. Ez egy érdekes szempont egyébként, és igaz, az a része, hogy a Marci nézés az egy erős gesztus, hogy elfordítja a fejét, és abba az irányba néz, amerre nekünk is egyébként mindjárt néznünk kell. Tehát elég jól vezeti a figyelmet, de ettől nem biztos, hogy még ez a helyes megoldás, lehet nincs is helyes megoldás. Működik mindkettő egyébként, hogyha nagyon akarom. Mit szóltok ahhoz, ha megengedjük, hogy lehervadjon a mosoly Ádiról, elkezdjen beszélni, tehát azok, akik azon a párton álltak, hogy leolvadjon a mosoly, elkezdjen beszélni és kinyújtsa a kezét, azoknak vigyük el eddig, és azoknak, akik tetszik a Marci reakció, azoknak vágjunk át kicsi csalással, nem pont ezt mondja az Ádi, de lehet, hogy át fog mindjárt folyni, oda, hogy Marci átfordul hátra, és megnézzük, hogy mit is kéne látni. Na mit szóltok ehhez? Nézd meg! Na, akkor ez egy közmegegyezés lehet, akkor legyen így, menjünk is tovább. Tehát látjuk, hogy mit kéne nézzük. Nem lehet ez a snitt ilyen hosszú, ebből csak egy részletet kell választani, inkább ezt az elejét választanátok, hogy összecsókolnak, vagy inkább ezt a második részét, ahol leválnak egymásról. Második fele, csók közepétől, első, eddig kiegyenlített a küzdelem. Nagyon-nagyon izgalmas verseny van most, hogy vajon az egyik, vagy a második fele legyen az, ami legyen. Csók közepétől, első. Második fele. Összecsókolnak. Harmadik fele. Negyedik fele. Én azt látom, hogy lehet az lenne a szerencsés, ahhoz, hogy jobban lássuk őket, hogy mit csinálnak, egy kicsit kihúzom itt a nyersanyagot még jobbra-balra, lehet, hogy az összecsókolás az egyel, egyel jobb. Az első felében nagyon árnyékban van a lány arca. Hát, sok érv hangzik el. Legyen akkor a kettes verzió, tehát nézzük az, hogy, mert ez egy logikus érv, amit mond anonimben, hogy a csók az, ami lehervasztja Ádit. Tehát ez, hogy kicsit így magához húzza a Julika, a Renátót,
nézzük meg, hogy innen van vágva, tehát magához húzza, így, és ez hervasztja le, és a végén megkapjuk mondjuk az arcukat, de közben már valószínűleg érdemes lenne elkezdeni ezt a szöveget játszani. Ma este lesz bejelentve Jani bának a szánalmas kis kapcsolat. Még lehet, hogy annyival lehetne segíteni ezt a dolgot, hogy egy nagyon-nagyon picit belezumolunk. Pont csak annyira, hogy egy kicsit leválasszuk bal oldalról őket, és pozícionáljuk, hogy jobb legyen a figyelem. Nézzük meg, hogy ez segíte nekünk, és közben már elkezdem Ádival mondatni a szöveget. Nézd meg! Ma este fogják bejelenteni Janibának a szánalmas kis kapcsolatukat. Mit szóltok? Szánalmas kis kapcsolatukat. És itt pedig elég jó, hogy Ádi ilyen sértődött fejet vág. Szánalmas kis kapcsolatukat. Marcinek meg jó az a visszanézése, szóval először az Ádit kéne szerintem látni, utána kellene maximum Marcinak a reakciójából valami. Miket írtok? Kicsit később a monológ kezdetét, hogy legyen idő felfogni, hogy mit látunk, mielőtt jön a komment. Teljesen igaz? Jó. És kell bele Marci. Tehát akkor ezt próbáljuk most összekombózgatni. Nézzük meg, hogy ez mennyire érvényes. Hát, let's see. Nézd meg! Ma este fogják bejelenteni Aribának a szánalmas kis kapcsolatukat. Na mit szóltok? Hogy áll össze? Értjük, hogy róluk van szó, hogy az ő kapcsolatuk lesz bejelentve Janibának. Markovics Vince közben színész. Színészkedésre ajánlja önmagát. Nem vagyok castingos sajnos. Na nézzük kicsit előrébről, jó? Még egyszer, tehát. Nézd meg! Ma este fogják bejelenteni Aribának a szánalmas kis kapcsolatukat. Szerintem alapvetően elvégzi a dolgát itt most ez. Tehát egy rávkátra, amikor értelmezni akarjuk ezt a jelenetet, hogy ez a srácnak leolvad a mosi az arcáról, oda nézett bennünket, a haverja erre reagál, oda néz, látjuk, hogy mit látnak, egy csókolózó fiatal párt, akiknek megkapjuk a végén az arcukat, majd Marci lereagálja azt, amit Ádi mond, és végül Ádival fejezzük be. Ez szerkezetileg egyébként működőképes. Megnézzük, hogy mit vakartunk ebből össze valahogy. Szerintem érdemes lehet megnézni. Tehát innen jövünk a csajoktól, nézzük meg, hogy hogy állunk most. És te is, Berett? Csak leckemásolásra kellettem. Amióta megvannak a vizsgái, azóta rám se néz. Hát ha nem kezdeményez, lépj te. Mi? Most vagy soha? Na mi van, baszkó? Ne vigyarok. Hello, lányok! Sziasztok! Janibá! Hello! Szevasz, söröm! Figyelj, ez az utolsó esélyünk, jó? Nekem a Franciska, neked a Juli! Jó! Bocsi, egy BB-kát szeretnék. Jó, buli, miták! Jól nézel ki, tetszik az inged, aranyos! Kösz! Ezt nézd, Deák, kintről hoztuk be. Kérsz, szóljál, oké? Oké, köszi, Marci! Szevasz! Szevasz! Nézd meg! Ma este fogják bejelenteni Aribának a szánalmas kis kapcsolatukat. De féltékeny vagy, Ádikám, de nem baj, Julán, nagyon jól érzek. Visszacsatlakozunk szépen. Figyeljetek, szerintem ezt elvégeztük. Ezt a kis játékot. Lehetne rajta sokat javítani, variálni, alakítgatni, hangot cserélni, képet cserélni, reakciót cserélni, újra muszterelni, megnézni, hogy van-e ebből jobb, mitől lesz jobb, hol rövidhetünk, hol tegyünk még bele időt. Rengeteg dolog az, amit most még lehetne ezzel kezdeni, de alapvetően nekünk most ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a jelenetet, és meg tudjuk ítélni, hogy azok a beállítások, amiket felvettek, mi végignézve ezeket, megítéltük bizonyos fontos szempontok alapján, amiért beválogattuk őket ugye a tovább jutók közé, és ezekből építettünk egy szerkezetet, ebből azért mégiscsak látszik már az, hogy nagyságrendileg ez egy érthető, működtethető, szépen elmesélt kis jelenet, a maga kis egyszerű svenkjeivel, inzertjeivel, a plányaival, ahogy a színészi játékot segítik, és ennél nincs is több képünk, nincsenek nagy totáljaink, vagy ennél plusz sok közelünk, ugye volt egy az itókánkról, a jeanről, de azt végül nem használtuk, mert fölösleges volt, de alapvetően nem vágtunk ki fontos beállításokat. Úgyhogy szerintem ügyesen ezt elvégeztük, főleg így, hogy egy ilyen demokratikus rendszerbe próbáltuk ezeket belegyűrködni, ami megmondom őszintén azért nem túl egyszerű.
de jól helytálltatok, szuperek voltatok, tele voltatok ötlettel, véleménnyel, kreatív gondolattal, szerintem tök jól érveltetek, jó volt látni, hogy mennyire különbözött néhányszor, amit megláttok, ez így a helyes, úgyhogy szerintem ez szuper volt, én nagyon élveztem. Úgyhogy az eredeti verzió, meg igen, a moziba lesz, ez egy olyan verzió lesz, amit a rendezővel közösen csináltunk, sok-sok verziózás után már nem lesznek ehhez képest ilyen elképesztő nagy csodák majd, amit láttok, tehát nem az, hogy bekerül három új snitt, amit soha életedben nem láttatok, mert megjelenik egy sárkány, meg négy repülő, hanem ezekkel dolgoztunk mi is, de ugye jöttek a producerek, átbeszéltünk dolgokat, és stb. Illetve ennek a jelenetnek nagyon fontos, hogy kontextusában is működni kell. Nem csak ezt az egy jelenetet kell ilyenkor nézni, hogy éppen most ez itt mit ad, hanem meg kell nézni, hogy előtte hogyan építkezünk, innen hogyan megyünk tovább. Hát elég sok szempont az, ami meg kölcsönhatásába kell majd a végén megszületni ennek a jelenetnek a végleges formája. És ne azon gondolkozzatok, hogy na a Duszka, hogy kattingatott, hanem remélem, hogy fog annyit adni, hogy azt érezzétek, hogy be tudtitek egy kicsit szippantani abba a világba, inkább azt nézzétek, hogy tudtok-e azonosulni valakivel, és majd nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ja, majd hangosan kommenteltek a moziban, hogy várj, ez nem így vágtuk közösben, az biztos, igen. Ez nem is így volt, a miénkben jobb volt. Kérdezi anonimmen, hogy az átjáróházból, ha egyszer elkészül, lehetne majd ilyen. Lehet, lesz majd akkor abból, hogy csinálunk az átjáróházból is. Annak most csinálom a trailerét, szenvedek vele, nem egyszerű összerakni, de majd abból is mutogatok, ha egyszer odájutok. Úgyhogy az jó lesz, örülök, ha várjátok. Ott azért ott minden van, szóval green screen, tüzetokádó, Kulka Jánostól kezdve egészen a labirintusokig, meg a... annyi minden van, hogy hirtelen fel sem tudom sorolni. Tehát ez egy nagyon VFX heavy anyag, ami egy ilyen kicsit mesés, fantasy-szerű, szerelmes filmszerű valami, ami egy hullaházban játszódik alapvetően, tehát van benne egy minimális morbidság, de inkább ez egy szórakoztató közönségfilm lesz. Azt jövőre fogjátok szerintem csak látni. Lehet, hogy én elbúcsúzom tőletek, mert így is elhúzódott a stream eleje, úgyhogy nem fárasztalak benneteket. Nagyon örülök, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, pihenjetek egy jót, köszönöm szépen az aktivitást, nagyon jó veletek így együtt dolgozni, úgyhogy várunk benneteket legközelebb is. Na cső!